Tiszteletre köszöntöm a részünk kormányzat tagjait és minden megjelentett. Köszöntök. A napirendi pontokhoz szeretném, ha még felvennénk a 95/2023-as előterjesztés, amely a javaslat a együttműködési megállapodásra megkötésére a Ferencvárosi Polgárőr Egyesülettel. Ezt még a kettes napirendi ponthoz javasolnám, valamint lenne nekem napirend előtt egy pár ebben az évben elvégzendő munkáknak a megtervezése vagy és beütemezéséről egy pár tájékoztató, hogy mindenki képben legyen a ebben az évben még feladatainkról. Kérdezném, hogy van-e valakinek napirend előtt? Igen, Balga képviselő úr. Vagy akkor először megszavazzuk a... Igen, Balga képviselő és Füzes Gábor és Szabó Gyula majd napirend előtt, de akkor előbb megszavazzuk a módosított napirendi javaslatot. Kérem, aki egyetért vele, azt szavazzon. Szavazott? Szavaztál, Gyula? Vagy valami? Nekem más ír ki a gép. Én nem szavazott. Gyula, nyomj egy gombot, légy szíves. Segíts Józsi már neki, légy szíves. Hol? Nem látja azért a... Itt van. Itt ez az. Igen, most akkor 6 igennel akkor elfogadtuk. Itt nekem valami ír még az azért a gép, de nem, engem nem zavar. Jó. Jó, akkor... Napirend előtt akkor Varga képviselő úr. Köszönöm a szót. Mivel a Sajó Ákos képviselő úr beteg, ezért lakók felém tettek föl több kérdés észrevételt. Az első az, hogy a 9-ben az életcsoport honlapján megjelent az, hogy a jelenlegi aluljárónál átadták az aluljárót. Én utána néztem, megnéztem a honlapon az üvegzsebet, de annak a mellékletét, amely tartalmazná a költségvetés, ami alapján meg tudnák nézni, hogy milyen munkába fogtak, ez nincs. Ezért azt javaslom, hogy a Rönk ezt nem tárgyalta, nem vagyunk képbe, hogy javasoljuk azt, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Innovációs Bizottság vizsgálja meg, hogy a kivitelezés arányban van-e a költségekkel. Ezen a kérdésem. A második ilyen rövid észrevétel, hogy a gajazás megtörtént még tavaly a MÁV lakótelepen, és a szemafor köz 5 és a 4 közötti részen összegyűjtötték a hulladékot, de azóta ott áll, éppen azon a lakás előtt, ahol annak idején 2 évvel ezelőtt elöntötte a MÁV telep szennyvize. Ott felejtették, összegyűjtve. A harmadik ilyen probléma, hogy a gyáluti aluljáron megépült egy okososzlop, most már használják is, és én a közmeghallgatáson 2 hónap ezelőtt föltettem azt a észrevételt a polgármester asszonynak, hogy hiányzik a okososzlopról tábla, amely egyben informátor és egyben fegyelmez is. És hogy elég sok hajléktalan jár az a környéken, nagyon fontos lenne, hogy a tábla ott legyen, még mindig nincs kilakva. Negyedik ilyen egyszerű probléma, hogy a gyálőt 15 A-tól E-ig, ez majdnem már 150 méter hosszon, 5 darab vastöves korlát fekszik még mindig betonlábakkal, már egy éve a földön, a járdák mellett. Ez akadályozza a kertészeket, akadályozza a fűnyírást, ennek ellenére még mindig ott áll, ezt vissza kéne tenni helyére. Az utolsó probléma, ami érdekes módon egyik nap észletem, fordultam a Ecseri úton balra, és nem láttam ki az ablakon, mert a kanadai vattázó nyárfáknak a pollenjei ellették az ablakot. Mivel úgy tudom, hogy a fa karaszter meg elkészült itt az önkormányzatnál, és van a fővárosnak is egy 2017-es javaslata, hogy ezt felül kéne vizsgálni, és most van az az időszak, amikor a női varú kanadai nyárfa eregeti ezeket a szöszöket, ami igaz, hogy az irritálja egyébként a nyálkahártyát,
de és tűzveszélyes is. Most jó lenne ebbe az időszakban, amikor vattázik, megnézni és kiegészíteni ezt a fakatarasztert. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Füzes Gábori a szó. Köszönöm a szót, rövid leszek. Ebben az objektumban, ahol most vagyunk, ez már előfordult. Én most tapasztaltam a Dési műfázban, hogy a látogatóknak osztogatnak ingyenes, de egyértelműen politikai irányzatú újságokat. Szerintem az önkormányzati közművelődési intézményekben ezt a gyakorlatot meg kéne szüntetni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szabó Gyulája szó. Elnök úr, köszönöm a szót. Olyan témába szeretnék megszólalni, amit ön is tudna, hogy mi van ott előttünk az Ecserinél, törnek, zúznak, betörték az ablakát a Spárnak az ajtaját, akkor betörték a lángososét éjszaka, és annyi rendőr volt ott, és nem tudtak semmit. Na most egy a kérdésem, miért vannak, mert ott a zöldséges előtt is volt egy betörés, ott a Szabóságnál, hogy mindenhol van ilyen lámpa, de hogy egyiket se nézték meg, nem is tudnak semmiről. De most ugye, hogy a Hős utca megint kiürült, mert oda ment a TEK, és ide megint átjött egy csomó Hős utcai vagány, meg kéregető, meg drogos, úgyhogy kérném, főnök úr, kérném, hogy ez jusson el az illetékesekhez, amiről én most mondtam. Jó, máskülönben rend van a kerületben. Ezt most már megkérdezem, de kíváncsi lennék, hogy ezt meddig fogjuk nézegetni. Tudva, hát nem mondom, hogy erről te tudsz konkrétan, de ez szépen megvan, de mindenki már olyan dolgokat talál, amit te is tudsz, hogy kitalálják, hogy itt játszótér lesz, itt nem így lesz. Hát erről lehet, hogy egy darabig még nem lesz, de hát jó lenne, ha a testület tudna valamit erről mondani. Hát köszönöm, mást nem, de hát csak szomorú dolgot tudok mondani mindig. Köszönöm. Igen, köszönjük szépen. Ugye tárgyaltuk az Ecseri metrófelszín tervezését, tehát ott elhangzottak a dolgok, folyamatban vannak az ügyek, hát előbb-utóbb biztos, hogy történik valami. Én nekem a napirend előtti hozzászólásom, ugye ha már csatlakozok a kameráshoz, és itt van a közterület felügyelettől is egy, már ne haragudj, nem tudom a nevezet, de majd Tibor itt van közöttünk, tehát fogja továbbítani gondolom a kéréseinket. Nekem egyet írtam föl, ugye a Dési Ube utca 20-nál le lett szerelve ott a losztóza alól egy ilyen mobilkamera, ami ugye én beszéltem az igazgató, vagyis most már irodavezető úrral, és mondták, hogy majd vissza fogják oda szerelni, de közben a lakótelepi honlapon már valaki levélben írt, és értesítették, hogy az ott teljesen megszűnt. Tehát erről szeretnénk egy tájékoztatást kapni, mint részünk kormányzat, hogy kint van egy kamera, és utána eltűnik, hogy akkor azt mi miért nem tudtuk. Tehát vagy téves volt az információ, amit kaptam, hogy csak azért szerelték le, mert karbantartásra vitték el, de oszloppal együtt eltűnt, tehát én is nagy valószínűséggel azt tartom, hogy ugye, hogy megszűnt az a hely. És valamint tehát annyiban csatlakozom én is Szabó képviselő úrhoz, hogy mi is érdeklődve várjuk ugye azokat a visszajelzéseket, ugye, amik a kamerák, főleg az Ecseri metró felszínnél ugye kim vannak, és hogy figyeli egyáltalán valaki, vagy nézi egyáltalán, mert tényleg elég sok probléma van ott azon a részen, és nem mindig sikerül beazonosítani, hogy ki követte el ezeket a cselekményeket.
Valamint tájékoztatom a képviselőtársaimat, ugye, hogy egy elég sokat bejáráson is voltunk, meg elég sokat tanakodtunk, hogy körülbelül ebben az évben, hogy mi történjen itt a lakótelepen. Ezt egy pár ilyen kis füllel összefoglalnám, hogy miket szeretnénk, mi valósuljon meg, és gondolom irodavezető úr majd továbbítja ezeket tehát lényegében az irodától azt várjuk, ugye, hogy beárazzák ezeket a mi kéréseinket, és ugye az árszámadásnál majd mi tudjuk támogatni ezeket. Csak annyi, hogy emlékeztető egy pár dolgot elmondanék. Ugye a Csengetty utca 11-nél a játszótér felújításának a második ütemét szeretnénk, ha benne lenne ebbe a tervekbe. Az Egyetértés utca 1-3 között, ami már meg van tervezve, játszótérnek a felújítását szeretnénk kérni. Valamint az Ülőút 187 mellett van egy aszfaltos focipálya, amit szeretnénk, ha fitness park alakítanánk ki, és mivel megnövelnénk így a zöld területet, akkor ebben így az is növekedne. Ez a fitness park ugye a 189 mellé volt tervezve, ennek az újra tervezését kéne megvalósítani, és akkor ennek az aszfaltos focipályának akkor így helyet cserélne egy fitness parkkal. Ugye kint voltunk a Nyúldomnál is, annak a korszerűsítéséről beszéltünk, annak a tervezését is el kéne kezdeni, hogy lakossági egyeztetések és képviselői egyeztetések után akkor, hogy a tervezés is el tudna kezdődni. Valamint ugye az Ifjú Munkás utcai szőnyegezésnek az első üteme megvalósult. 10 órakor lesz a helyszíni bejárás ennek az átvételére a mai nap. A második ütemének a megtervezésének kérünk árakat, hogy az árszámadásnál tudjuk támogatni ennek az Ifjú Munkás szőnyegezésének a további megvalósítását. Valamint ugye a hétvégén valószínű ugye Valéria térnek a területe átadásra kerül az építőnek, tehát azt is várjuk, de ugyanúgy várjuk ugye a Ecseri metró felszínnek a beruházását is, a tervezést, és ugye a Pöttyös utcai metró felszínnek a felújítását is várjuk. Valamint ebben az évben meg szeretnénk ugye a zöld barát parkolóknak a kialakítását, és ugye várjuk a fővárosi döntés is, ugye amit megszavazott a képviselőtestület is, hogy a fizetős parkoló bővítés 10%-os növelését szeretnénk. Szerintem biztos, hogy valami lett, amit kihagytam. Igen, meg a távíró. Igen, ez a két, igen ez. Ezt így gondoltam, hogy egy pár szóban azért összefoglalnám, hogy mi várható. Hogyha nektek is van valami kiegészítések, akkor nagyon, nagyon, nagyon szívesen vesszük, és akkor ezeket szeretném. Napirend előtt ezeket szerettem volna elmondani nektek, hogy ezeken dolgozunk, és kérjük a további támogatásokat, és az irodának is kérjük a megfelelő munkát ebben kapcsolatban. Akkor áttérnénk a napirendi pontokhoz. Az egyes napirendi pontjavaslata a Gyáli úti MÁV-tele parkolási és szállítási céljának kihelyezett kukatárolási rend kialakításáról szól az előterjesztés. Ezzel kapcsolatban szeretném kérni az észrevételeket, Varga képviselő úr. Köszönöm a szót. Jó, az előterjesztés, azonban mégis lenne észrevételem. Az egyes pontban 3 parkolót jelölnek ki, ebből 2 a MÁV-telepen van valóban, a harmadik azonban nem a MÁV-telep része. Ennek ellenére, amennyiben van rá pénz, akkor mindenféleképpen indokolt, hogy a Merényi Kórházba érkezőknek legyen parkolási lehetősége. Itt az az észrevételem, hogy itt 45 fokos szögben történ a parkolónak a kiépítése ennél a résznél.
A hármas pontnál ember vannak problémáim, ugyanis úgy szól az előterjesztés, hogy a lakosság bevonásával kellett volna előterjeszteni ezt a határozati javaslatot. A lakosság sajnos nem lett megkérdezve. Itt csak akkor lehet ebben egyértelműen dönteni a parkolási és a kukatárolási témába, hogy a lakókkal ezt egy lakógyűlésen megtárgyaljuk. Ugyanis az van az anyagban, hogy a szemétszállító autóknak, nagy 20 tonnás autók, ha tele van, akkor a kanyarban, éres forduláskor megsérthető az úttestet, főleg akkor, hogyha csatorna állapota nem megfelelő. Ez akkor igaz, amikor ugye szabálytalan autók parkolnak. Most mióta elkezdték a büntetéseket, azóta szabálytalan parkolók nincsenek, azokon napokon, amikor a szemétszállítás történik. Ma reggel éppen volt egy autó, de azért elvitték a szemetet. Ma volt a szelektív hulladék elszállítása. Tehát végeredményben a javaslatban az szerepel, hogy körülbelül a közök 100 méter hosszúak, az szerepel, hogy a lakók azok húzzák ki, vagy a közös képviselő szervezésben húzzák ki a Szerkocs utca végére a kukákat. És az a gond, hogy ez a szemetes, ez eléggé hosszú táv, ilyen 100 méter hosszan, szelektívből kettőt kell kihúzni. Ez azt jelenteni, hogy minden köz végén megjelenne közönként, azt mondja, 20 darab szemétszállító, ami akadályozza a közlekedést. El kéne azt is dönteni, hogy ez a járda legyen, az útteste legyen, azon kívül a Szerkocs utcában vannak garázs kijárók is, tehát oda se lehet előtt tenni. Tehát mindenféleképpen indokolt, amennyiben a lakosság úgy dönt a lakógyűlésen, hogy kihúzzák, ami nem valószínű, mert a lakosság el van öregedve, 60-től 80 évesek körülbelül a 80%-a lakótelepnek. Tehát nem lehet ráterelni ezt a problémát mindenféleképpen. Én azt javaslom mindenféleképpen, hogy ezt lakógyűlés keretébe. És azt javasolnám, hogy a hármas pontban az legyen belefogalmazva a hármas pont helyett, hogy legyen lakossági fórum egy hónapon belül, ahol tájékoztatás és döntés szülessen a parkolási és szemétszállítási gondok megszüntetése érdekében tett határozati javaslatról. Ezen a javaslatom, hogy ezt így fogadjuk el. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Még mielőtt a irodavezető úrnak megadnám a szót egy pillanatra, én ugye ez a halszárkás beállást, amit a Varga képviselő úr mondott, ezt ugye csak úgy tudnám javasolni, hogyha a szakhatósági véleménnyel tisztában vagyunk, mert ugye nem tudjuk az úttest meg a távolságokat, tehát csak úgy lehet a 45 fokos beállásokat, vagy ez a halszárkás beállásokat megcsinálni, és a szakhatóság is engedi. Ez nem úttesten hogy... van, ez a járdán van. Jó. Jó, de akkor is a szak... Jó, mindegy, a szakhatóság, hogyha... Járda mellett van. Úgy javasolom én is, hogy két alternatíva legyen benne ebbe, verziónál, akkor úgy legyen, hogy a párhuzamos és a halszárkás kialakítását támogatja a részönkormányzat. Természetesen a szakhatósági vélemény figyelembevételével kérjük. Jó? És akkor a hármas módosítása, amit Varga képviselő mondott, tehát hogy ugye a lakossági fórum egyeztessük, hogy hajlandóak-e a lakók, ugye vállalják-e a kukáknak a kihúzását, tehát ennek a véleményezésével én egyetértek. Igen? Varga képviselő? Igen. Még... Köszönöm a szót, és a javaslatban, a előterjesztésben az is szerepel, hogy van a váltók köz és a víztorony között, ez a játszóter előtti részen egy olyan terület, amely állami terület.
Azt javasolnám, hogy mi vagy 3 évvel ezelőtt írásban kaptam azt, hogy ezt a főépítész meg fogja vizsgálni, hogy ezt a területet telet cserével próbáljuk megvizsgálni. Javasolnám, hogy ez, ugyanis az emeletes ház a 2 emeletes ház előtti részhez, emeletes házok autói nem tudnak sehol parkolni. Ez egy erény van. És ez a rész jelenleg a kézbe, tehát a kerületi építési szabályzatban P10-ként szerepel, tévesen. Tehát ha ez egy magánterület, akkor ne írjuk oda, hogy P10, tehát 10-10 parkoló van képítve. Sajnos sok ember megnézte, mikor megbüntették az építési szabályzatot, és azt látták, hogy parkoló, és oda mentek, és másnap megint megbüntették őket. És ez egy nagy probléma. Jó. És mindenki fő van, és csöngettek bánddal hozzám, hogy megint megbüntették. Idegen területen. Köszönöm. Jó, akkor ez lenne a negyedik határozati javaslat kiegészítése. Jó. Igen, irodavezető úr. Köszönöm szépen a szót. Hát több minden lesz a válaszomban. Megpróbálok akkor visszafele haladni. Ez a terület itt a játszótérrel szembeni állami terület, ez valóban szerepel az előterjesztésben, ezt alaposan megvizsgáltuk, régóta, évek óta tudjuk ezt a problémakört, és korábban is már összeállt egy olyan lista, melyben fővárosi, kerületi és egyéb ingatlan cserékkel kapcsolatos javaslat lenne. Ez ettől függetlenül egyébként valóban a szabályozási terven P10-P10-zel jelölt, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy ez parkolásra kijelölt. Ahhoz, hogy ebben az előterjesztésben, vagy a kerület dönthessen ebbe az ügyben, vagy javaslatot tegyen, ahhoz illetékességgel kellene, hogy rendelkezzen, jelenleg itt nem rendelkezik illetékességgel. Az egy megoldás lehet, amit a Vargó jelzett, hogy valamilyen úton, módon akkor erre valamilyen, hogy a kerület tulajdonába kerülhessen, vagy valamilyen megállapodással esetleg a kezelésében. Parkolók. Ugye az előterjesztésben, a határozati javaslat előtti szöveges részben elég sok javaslat és cím szerepel, hogy a terület az valójában elég jól el van látva parkolással. Minden telken megvan oldva a parkolási lehetőség, átjárhatóság van biztosítva, ezen kívül még külön-külön címeken fel vannak sorolva, ahol meg lehet állni. A Merényi Kórházzal szemben lévő, valóban kiesik ettől a tömbtől, de ha mindenki ismeri ezt a területet, ugye ahogy azon a szakaszon haladunk az aluljáró irányába, ott valójában ez egy a szegély és a járda közötti terület, az egy zöldként van nyilvántartva, zöld területként van nyilvántartva, de valójában illegális módon oda parkolnak. Ezt a polgármester úrral több alkalommal beszéltük, hogy ezért került bele ebbe a javaslatba, hogy ezt a parkolási, mert van rá igény, tehát ott valóban kevés a kórház melletti oldalról, egyébként tényleg kevés a parkolóhely, tehát lenne rá igény. Ez erről szólna, hogy itt egy parkolóhely kialakítás lenne a kórház vonalában. És ugye ahogy a Gyáli út 18-20 esetében 45 fokban van kialakítva, első körben ez lenne a nekifutás, hogy ezt céloznánk meg, de természetesen itt a Budapest közúta a forgalomtechnikai kezelővel kell ezeket egyeztetni, és hogyha valóban, ha a szakhatóság vagy a kezelő azt mondja, hogy így lehet, akkor vagy párhuzamosan, vagy 45-ben, de valahogy ennek a kialakítása szerintem megoldható. Ugye az A határ, tehát az egyes határozati javaslat A pontjában azt ugye nem is volt róla szó, szerintem az mindenki számára egyértelmű, hogy ott a kerítés mellett ez igény is van rá, kialakítható, és különösebben nincs problémája, a kórházat említettem. A Szerkocsi utca szerelvény köz Béceli utca felé eső része, az ugye a második helyszíni bejárásunk alkalmával került elő. Torzsa képviselő tett rá egy javaslatot, hogy egyébként a szabályzási terven látszik, hogy az közterület, miért is van elzárva, szabadítsuk fel, legyen kialakítva ott parkoló, parkolási lehetőség. Egyébként annyi, hogy valószínűleg tehát így is parkolásra használják, csak valamilyen kulturált módon lesz majd kialakítva, és a kerítés elbontásra kerül.
Előterjesztés elkészült, és a lakossági fórum, ugye a második bejárásunkat követően szó volt arról, hogy tehát egyrészt ugye volt egy határozati javaslat, amiben volt egy határidő arra vonatkozóan, hogy a főépítés, a közterületfelügyelet és a városüzemeltetésnek egy bizonyos határidőre el kell készíteni ezt az előterjesztést, ezt a javaslatot. A lakossági fórum nem történt meg, mi erről a részről nem tehetünk, tehát mi nem várhatunk addig, amíg a lakosság összeül, megvitatja, de egyébként a helyszíni bejárások azért voltak kitalálva, hogy a lakosság részéről bárki bármilyen módon részt vegyen ezen a bejáráson, elmondhassa a véleményét. Nekünk az előterjesztést el kellett készíteni, és a javaslatok pedig itt szerepelnek. Ennyit tudok ehhez hozzátenni. A hármas határozati javaslatnál a szemétszállításra, hát valóban ismerjük a problémát, hogy hosszú a szakasz, és ki kell húzni, de minden irányból körbejártuk ezt a kérdést, nem nagyon látunk más megoldást. A közszolgáltató világosan elmondta több bejárás alkalmával is, hogy kisebb szolgáltató autókat nem tud a helyszínre biztosítani. Ezekbe a közökbe ezeket a nagy autókat, 15-20 tonnás megrakott autókat életveszélyesbe engedni. Többször elmondtuk már lakossági fórumon is, közmeghallgatáson is, az előterjesztésben is szerepel. Tönkre fog menni az út, nincs alapja és a csatornahálózat. Így is úgy is beszakad, ez meg fel fogja gyorsítani ezt a folyamatot. Ezt a 15-20 kukát igenis a sarkokra ki lehet helyezni, el lehet ott férni, megállni nem lehet, áthaladni lehet a területen, de jelenleg más megoldást nem látunk erre a problémára. Nem célszerű beengedni ezeket a nagy autókat a közökbe. Végső esetben súlykorlátozási táblákat fogunk kihelyeztetni a Budapest közúttal, hogyha más megoldás nincs, máshogy nem lehet megvédeni a területet. A Szerkocsi utcán ott végig tud menni a nagy autó, minden saroknál meg tud állni, ki tudják üríteni a kukákat. Tényleg más javaslatunk nem nagyon van. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Jancsó képviselő. Köszönöm, nekem egy olyan kérdésem van, hogy biztos így nem számszerűen, de hogy azért ezek gurulós kukák. Tehát, hogy mennyi a rendelkezésre a lakosság, vagy a régi hagyományos kuka van, és hogyha most javasoljuk, telezzük őket arra, hogy kihúzzák, akkor azon a 100 méteres szakaszon, azon egyébként mondjuk az idős korosztályban nem fogja tudni kihúzni, vagy ha kihúzza, akkor annak az alja kuka, a kukának a kukája. De hogy... Az önkormányzat gondolkodott-e abban, hogy azért egy gurulós kuka alsó hangon 10-15 ezer forint, hogy akkor, ha kötelezzük őket erre, akkor a cserére adunk-e valamiféle támogatást, vagy mi biztosítjuk? Tehát, hogyha tényleg ez az egy megoldás van, akkor mondjuk pluszköltséget ne jelentsen nekik ez a kihúzás. Igen, köszönöm, Varga képviselő. Köszönöm. Először a kerekes kuka. Itt 120 literes kukáról van szó, tehát nem nagy kukáról, hanem egyenkénti, amit minden lakónak mi is javasolunk, egyetértünk vele, mert ha valamilyen okfa beszakad az úttás, nem lehet bejönni, akkor a lakóknak ki kell húzni, de csak akkor. Na most az, hogy állandóan kihúzzák, ez valóban lakógyűlés kell, azon kívül az, hogy előttük ott legyen minden közvégén 20 kuka, egy ház előtt, egy lakás előtt, akkor reggel valaki elmegy dolgozni, ott hagyja estig, ott legyen egész nap. Ez a lakóknak hozzá kéne járulni, vagy tetszik nekik, vagy nem, mindenféleképpen. Ezt meg kell erről beszélni, és azt is meg kell beszélni, hogy hol lesz a jövőben parkoló. Mert azok a emeletes házaknál, akinek autója van, nem tud parkolni, azért, mert ez a úgynevezett állami terület nem lesz kijelölve, akkor nem fog elmenni a Merényi Gusztáv kórházhoz parkolni 300 métert azért a lakótelepről. Tehát itt lakótelepen, ugyanezt pihenő lakóövezeten belül van a probléma itt a megoldásban. A keresek kocsinak egyébként kukát javasoljuk, itt azt jelenti, hogy 3000 forint, hogyha nincs kereke, ha van kereke, akkor pedig 3456 forint. Tehát ennyi a különbség a kettő között. Minden lakónak rá kell térni a kerekes kukára mindenféleképpen. Most a magának az úttest állapotával kapcsolatosan az a baj, hogy annak idején, amikor ezt felvetettem 3 éve, akkor írásban azt következőt kaptam, felolvasom. Az úgynevezett közökben, 2007 és 2008 között
Önkormányzati beruházásban képített alapnélküli lapkőburkolat nem minősül útesnek, de ettől függetlenül teherbírása több, mint több tonna súlyú FKZ-t kukáskocsit elbír. Ez azt jelenti, hogy ez 10 centi vakas, nem 5, hanem 10 centi vastag lapkövekből van. Jó vastag, valóban nincs alapja, de a normális a csatornarendszer, akkor nincsen probléma. Ha nincsen útba parkolóautó, akkor normálisan be tud fordulni. Ott van a baj, hogy elhárítás úgy történik, hogy föltörik az úttestet, bedöngölik elég rosszul, és elmennek. Soha nem történik meg, hogy mi okozta a hibát az útbeszakadásnak. Szaknyelven úgy hívják, hogy manzsettázás. Ezt el szokták hagyni. Ez a MÁV-nak lenne a feladata. De ezt el szokták hagyni. Helyett az önkormányzat költségéből állandóan töltögetik az úttestet. Ilyenkor azt kéne, talán most elindul ez az ideiglenes bizottság, én is benne leszek, én rá fogom kényszeríteni a MÁV-ot, most már elég nehéz, mert már elég megidősödtem, és nincs sok ismerősöm a MÁV-nál, hogy igenis, ilyenkor ők jönnek ki, és ők hárítsák el. 130 éves csatornarendszernek azért, hogy ilyen állapotban van, az a MÁV-nak a felelőssége. Neki kellett volna ezt folyamatosan felújítani, karbantartani. Azért, hogy ilyen állapotba került a MÁV hibája, nem az önkormányzat hibája. Sajnos föl kell majd venni a kapcsolatot a MÁV-val folyamatosan, hogy ilyen esetben, hogyha úthiba van, akkor jöjjenek, és ők nem az önkormányzat, hanem a MÁV hárítsa el. Köszönöm. Köszönöm szépen, irodavezető. Köszönöm szépen. Több dolog. A víztorony köz és a váltó köz között, tehát a játszótér előtt lévő parkolónál. Igen, hát igény lenne rá, de azért ugye az előterjesztésben is szerepel, és mindenki tudja, hogy az emeletes háznak mind a két oldalán, telekhatáron belül, tehát a Szegély kőtől befelé, mind a két oldalon ki van jelölve parkolóhely, tehát telken belül elég sok. Az egyiknél 45. Parkolnak, igen. Hát nem szabálytalanul, telken belül, ott úgy parkolnak, ahogy akarnak. Tehát a közterületi részt igazából nem érinti. Egy probléma, amikor mi gajazni mennénk a kosaros autóval, akkor néha akadályokba kerülnek, de hát nem tudom, hát néha valamikor nincs ott autó, és akkor meg tudjuk oldani a feladatot. Szemétszállítással kapcsolatban ugye a első és a második bejárásnál is a Demeter István az FKF ZRT-től jelezte, ugye akkor is előjött a guruló kukáknak a kérdése, és azt mondta, hogy erre van megoldást, ezt ők könnyen meg tudják oldani, a társaság kezelők keressék fel őket, és akkor erre van megoldásuk cserére, kedvezményes cserére, minden egyébre. A részleteit mi, mint önkormányzat nem tudjuk, de ez más házaknál, társasházaknál is működik, és valóban nem akkora a költsége, hogy tehát valami ilyesmi, amit Varga úr elmondott. Pontosan nem tudom, de az FKF ZRT-ben tud segíteni. Van még valami, amire nem válaszoltam? Nem tudom, hogy... Köszönöm. Én csak egy rövid választ szeretnék, hogy valóban az M5-ös házaknál van a telekhatáron belül kijelölve, föl is van rajzolva, hogy 45 fokos szögbe kell parkolni. Helyette mindenki úgy parkol, körülbelül egy méterre belóg a közterületre, az útesre. Ezáltal a szemközt lévő földszintes lakó, akinek van garázsa, nem tud bemenni a garázsába. Ezzel is nem akartam múlni az időt, ebből is panaszkodtak. Én ennyit mondtam, hogy ott van egy közös képviselő, a lakó menjen a közös képviselőhöz, ez helyi probléma. Ki van rajzolva a falon, hogy hogy kéne parkolni, nem úgy parkolnak. Ha nem úgy fognak parkolni, akkor jelentse be a közterületfelügyeletbe. Mert ott meg kell, hogy oldják a dolgot. Az egy biztos, hogy azért, hogy kevés a parkolóhely, több autó van, nem 45 fokba állnak be, hanem hogy több beférjen sorba, és a másik autó meg nem tud beállni a saját kertjén. Köszönöm. Köszönjük szépen, irodavezető úr. Még csak egy dolog, amit Varga úr idézett 2007-2008-ból, az a levél vagy az az írás, hát nem tudom, hogy ki írta, akkor még nem voltunk itt. Ez nem tudom, hogy mire alapozta, de valóban, tehát aminek nincs alapja és valami kis döngölt, könnyű szerkezetes föld és a tetején lapkövek vannak, bármilyen állapotú a csatorna alatta, rossz vagy jó, hát ez akkor is veszélyt jelent, és látjuk, hogy mik történnek, ha bemennek a nagy autók, úgyhogy ez probléma, tehát nem javasol továbbra sem. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, akkor a határozati javaslatot, akkor az egyes határozat B-be, akkor, tehát a megbeszéltek szerint, akkor a szakhatósági engedéllyel, akkor vagy párhuzamos, vagy halszálkás beálló legyen, és akkor a hármasnál, akkor én javaslom, hogy akkor legyen egy lakossági egyeztetés ebben az ügyben, hogy vállalják-e a lakók a kukáknak a kihúzását. És ugye kiegészítenénk még egy négyes... Kerekcsere. Igen, egy javaslat lenne, négyes pontba, pedig az lenne, hogy a kerület tulajdonába kerüljön, vagy nem tudom, hogy igen, mi az állami terület. Állami terület. Erre kérünk kezdeményezést, hogy ez történjen meg a kerület részéről. Köszönöm. Jó? Így elfogadható, képviselő? Igen. Jó? Akkor kérem, akkor szavazzunk a módosított határozatról. Lemaradt a Szabó képviselő úr. Valamit nyomjon. Megnyomta. Hát igen, el akkor így elfogadtuk. Köszönöm szépen. És ugye amit fölvettünk napirendi javaslatra, ugye a együttműködési megállapodása Ferencvárosi Polgár Egyesülethez. Azért kértem, hogy vegyük föl azért, mert elég régóta működnek itt a kerületben ez a polgári egyesület, és eddig nem sikerült megállapodási szerződést kötni az önkormányzattal, ezért részben egy kicsit örülök is neki, mert azért lehet őket látni különböző rendezvényeken, akkor mindig több, magasabb létszámmal jelen vannak, mint elválnak. És azért kértem, hogy ez is kerüljön a napirendre. Ehhez kérdés észrevételt nem látok, akkor kérem, akkor a határozati javaslatról szavazzunk, hogy támogatjuk a velük történő megegyezést. Igen, 5 igen, egy tartózkodásra akkor elfogadtuk. Köszönöm szépen, és akkor a mai ülést akkor bezárom. Köszönöm szépen a részvételt.